Nagy Taps kísérte a harmadik alkalommal életre hívott Szakmák utcája megnyitóját. Az eseményen a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 11 iskolája és a duális partnerek mutatkoztak be. Itt száraz éggel kísérletezünk. Azt nézzük, hogy a vízzel milyen reakcióba lép, és ezt láthatjuk itt, hogyha minél melegebb a víz, annál nagyobb gőz keletkezik. De emellett a fa és fém megmunkálás, hegesztő szimulátor, fejtörők, logikai játékok, illetve 3D nyomtatás is várt a szerda délután az érdeklődőket a Széchenyi István műszaki technikumban. Mészáros Attila alpolgármester szerint a szakképzett munkaerő megléte elengedhetetlen, ehhez több lehetőséget is kínál a fesztivál. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szakképzési centrum intézményei minden lehetőséget megragadjanak arra, hogy bemutatkozhassanak, hiszen nyilván a kiemelt és nagyon jó színvonalú gimnáziumok mellett fontos, hogy legyenek nagyon jó szakképzési intézmények is, hiszen a város ipara számára nagyon-nagyon fontos, hogy legyen szakképzett munkaerő, és nagyon örülünk annak, hogy gyakorlatilag nagyon széles a paletta, amely keretében szakmát tanulhatnak a fiatalok, akár a technikumi képzésben, akár pedig a szakiskolai képzésben, mindez pedig duális formában. A programot ezúttal is a Székesfehérvári Szakképzési Centrum szervezte, melynek főigazgató helyettese azt mondja, életpályát kínálnak azoknak a diákoknak, akik belépnek a szakképzési rendszerbe. Én azt remélem, hogy az esemény végén nem csak releváns szakmai információkhoz jutnak a kilátogatók, hanem olyan élményekhez is jutnak, amelyek inspirációt jelentenek majd a saját személyes életútjuk megtervezéséhez. A programon színpadi produkciók, toborzópont, katasztrófavédelmi bemutatók és a duális partnerek standjai is várták a tovább tanulni vágyó fiatalokat.